1,1 milliárd forinttal folytatódik az országos mentőszolgálat fejlesztése, amely még 2017-ben indult országszerte. Az orvosi eszközök beszerzése mellett informatikai fejlesztések is lezajlanak a közeljövőben. 117 új esetrohamkocsi kerül beszerzésre az országos mentőszolgálatnál az évnek a második felében, illetve meg fog újulni a teljes eszközpark, a rohamesetkocsik nagyértékű eszközparkja, ami az EKG-kat, defibrillátorokat, lélegeztető gépeket jelenti. Ez egy következő nagymértékű fejlesztés, illetve ősztől számíthatunk arra, hogy körülbelül 800 tablet segítségével az elektronikus információs térre való csatlakozásra kapcsán egy teljesen digitális dokumentációs rendszer áll fel az országos mentőszolgálatnál. Ennek már az előzményei az elmúlt években megindultak. A 2018-as eszközbeszerzések kapcsán így egy teljesen új és stabil rendszerhálózat alakul majd ki. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe eddig 10 új esetrohamkocsi érkezett, Nyíregyházára pedig 4 darab. Ezek értéke a mentéstechnikai eszközökkel együtt 100 millió forint autónként. Így már minden eset és rohamkocsi új típusú a megyében. Ezek olyan korszerű eszközök, amelyek nem csak az Európai Unióban, hanem a világ bármelyik országában megállnák a helyüket. Szabolcs megyében 49-51 autó teljesít szolgálatot, bővítésre nincs szükség, további járműcsere azonban lesz majd az év második felében. Július elején pedig az új munkaruhák is megérkeztek a mentőszolgálatokra. Szakember hál' Istennek Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén teljesen jól állunk, mert hogy igazából betöltetlen álláshelyünk, sem mentőtiszti, sem mentőápoló, sem mentőgépkocsi vezetői státuszon nem nagyon van. Van természetesen némi természetes fluktuáció, de mindig találunk képzett és alkalmas munkaerőt, úgyhogy az országnak ezen a keleti részén, de ez érinti Szolnok és Hajdú-Bihar megyét is, kifejezetten munkaerő hiánnyal mi nem számolunk. Itt egy stabil és kiegyensúlyozott humán erőforrás áll rendelkezésre. Az elmúlt hónapokban több portálon is arról lehetett olvasni, hogy létszámstopp van a mentőknél. Ezt azonban az MMI közleményben tagadta. A sajtóhírekkel ellentétben a létszámstopp egy kormánydöntés értelmében csak a kormányhivatali jogállású szerveknél, központi hivataloknál, valamint a fővárosi és megyei kormányhivataloknál lépett érvénybe.